Sziasztok! Elérkezett az év utolsó videója tőlem, úgyhogy egy klasszikus süteményt fogok elkészíteni nektek torta formában. Flódni, azt hiszem mindenkinek ismerős. Nem azt mondom, hogy flódni tortát készítek, hanem flódni ihletésű tortát. Már maga az eredeti sütemény sem egy express vonat, úgyhogy mindenképpen csak úgy kezdjétek hozzá, hogyha van türelmetek. De hát ez karácsonykor hatványozottam az embernek, mert 24-ére. Elég sok részből áll, el is kezdem. Az első, amit elkészítünk, az egy linzer tészta réteg lesz. A linzer vagy omlós tészta, úgyhogy semmi másból nem áll, mint hideg vaj, liszt, porcukor, pici só, és teszünk bele egy csepp szárazfehér bort is. Először összemorzsolom a zsíradékot, a vajat, a liszttel. Amikor szépen elmorzsoltam gyors mozdulatokkal, akkor mehet hozzá a porcukor. Ezt is összedolgozom, és egy picike bor. És akkor innentől kezdve már csak az a dolgunk, hogy egy nemű tésztát gyúrjunk belőle. Így négy. Látjátok? Kész is van. Csomagolom is be folpakba és irány a hűtő. Következzenek a krémek, és plusz még egy dolog a tetejére. Egy fehér csokis mákos ganást fogok majd a tetejére nyomni díszítésként. Itt már egyben van mérve nagyon okosan. A fehér csoki és az állati tejszín. Ezt most meg fogom olvasztani a mikróban. Teszek egy csipet sót. Ha teljesen elolvadt a fehér csoki, akkor mehet bele a darált mák. Egybe ez is a tészta mellé a fűtőbe. Második az almás töltelék. Itt már szépen feldaraboltam az almát. Ráfacsartam egy citromot. Mehet a serpenyőbe az alma. Rászórom a cukrot. Rácsurgatom a mézet. Mehet rá a só. Hozzáadok 4 szegfűszeget, és egy nagyon pici, de tényleg csak pici fahéj. Oké, átforgatom, és utána pedig mehet rá a fehér bor. Tiszta karácsony illat van már, fahéj, meg szegfűszeg és bor. Ennél több nem is kell karácsonykor. Lehet látni, hogy szépen összeesett, és azt fogom csinálni, hogy szűrőn lecsepegtetem az almát, de felfogom a levet. Azért az nem menjen kárba, és majd ezt szépen hozzáadom a diós vagy a mákos töltelékhez. Akkor ez készen van. Következő a mákos. A mákot összekeverjük cukorral, de ne sok cukorral, mert ennek a sütinek pont az a lényege, hogy ne az édes íz domináljon. Mert nagyon fontos, hogy érezzük a máknak azt a kesernyés ízét, a diónak azt a kicsit ilyen csípős diós ízét, és ne a cukrot. Mert bele vanília, aztán én ebbe is szeretek tenni egy picike mézet, teszek bele citromhéjat, és szépen felöntöm borral, és összefőzöm az egészet. Közben beleteszek egy pici sót, és meghintem egy kevéske darált kekszel. Következő, ugyanígy dió bele. Méz, cukor, só, narancshéj. Bele is facsarom a narancsnak a felét, hozzáöntök egy pici bort, és felfőzöm ezt is. Készen van ez is. Ja, kicsit berúgtam itt a borgőztől. Tényleg. Hogyha esetleg gyerekek is vannak a családban, és nem szeretnétek borral készíteni, akkor nyugodtan lehet almalével helyettesíteni, pici vízzel a bort. Készen van ez is. Itt van a két töltelék, mind a kettőn lehet látni, hogy jó kis szaftos. Ilyennek kéne lennie, nem szabad, hogy kiszáradjon, mert az úgy nem jó. Már csak egy dolog hiányzik, az pedig a piskóta, mert ugye ebben lesz piskóta is, mert egy tortában. Az én tortámban van piskóta is. Egy mákos, diós piskóta, meglepetésszerűen. Szétválasztok 6 tojást. Szétválasztás után fehérjéket cukorral kiabosítom. Szóval
Kis fokozatnál mehet hozzá a sárgája, csak egy-kettőt keverünk rajta. És akkor a száraz anyagokat pedig kézzel meg egy, vagyis egy spatulával hozzákeverem. Ez mágdió és egy nagyon pici liszt. Itt van egy karika, tanult módon becsomagoljuk. És akkor belehalmozom. Itt van a hűtőből a linzer. Szépen összeállt, behúzott. Úgyhogy ezzel nincs más dolgom, mint kinyújtani és megsütni. Itt van a sütőformának az alja, amit nem használtunk. Viszont arra pont jó, hogy méretre vágom. És mert rá a tepsire megszurkálom egy picit. Öcskösz! Mehet be! Kézen van minden, kiült minden. Már csak fel kell vágni a piskótát, milyen szép lett. Ezt a lehető legvékonyabbra fogom szeletelni, ami azt jelenti, hogy hát szívem szerint négybe vágnám, de az kicsit necces, úgyhogy legyen három. Így, és akkor szépen körbefutok, és ahogy mozgatom a kést, úgy mozgatom magát a tésztát is. Készen van a linzerünk, és akkor elkezdjük a tortatöltést. Alulról berakok egy tortalapot, ezt megkerem egy kicsi szélve lekvárral. Erre jön egy adag mák. Az a lényeg, hogy a töltelék az mindig jó vastag legyen. Akkor jön középre a ropogós. Szépen bele nyomkodjuk, hogy beletapadjon. Pici lekvár. Aztán jön ez a jó kis lehellett vékony tészta. Jól lenyomkodom. Jöhet az alma. Ezt a diót, ami egy picit jobban megszívta magát, kis turpissággal fellazítom. Félretett almaléből egy pár kanállal teszek hozzá, kicsit nedvesebb legyen. És akkor a dió közvetlenül rámegy az almára. És akkor jöhet az utolsó piskótalap. Kicsit összenyomkodom, hogy összetartsanak. Ez most egy kicsit bemegy a hűtőbe. És amíg ez egy kicsikét pihen, szerintem egy 20 percet, addig pedig a fehér csokit előveszem és megnézem, hogy hogy áll. Készen van a fehér csokis is. Lehet látni, hogy milyen szépen tart, viszont egy picit ráhabosítok, de tényleg csak egy kicsit, hogyha a habzsákból kinyomom, akkor szépen mutasson a sok kis pici cici. Átszedem egy habzsákba. Hozom a tortát, leveszem róla a karikát, nagyon csecse, kicsit megigazítom. Szépen körben nyomkodom, mivel ebből egy szelet elég istenes, ezért szerintem ezt a tortát 16-ba simán lehet vágni. Hozok egy narancsot, szépen levágom a híját, és akkor a hártyák közül kivágom a húst. Van egy kis egész dió is. És szórok rá random. Felvágjuk. Hallottad? Hát ez aztán egy tortaszelet. Magnifik. Elfogadva. Nagyon finom. Ez azért olyan volt, mint ez a flódni. Jó sok réteggel megrakva, de talán a végére szépen kitisztul és ilyen harmonikus lesz. Egyetek nagyon sokat és finomat, de inkább finomat, mint sokat. És sokat legyetek együtt. Már csak ez számít, meg a szeretet és a világ béke. Remélem találkozunk jövőre is. Sziasztok!